Egy új egyetemi zenekar van születőben a PTL művészeti karán, a Zsolnai Wind Orchestra, amely jelenleg még csak a próbatermekben létezik. A fúvós zenekar tagjai az egyetem karairól érkeztek, akiket Neumeier Károly karmester tart össze. Mindig volt itt az intézetben zenekari gyakorlatként fúvószenekari gyakorlat is, de ezt mindig kívül oldottuk meg. És amikor én a korábbi zenekaromtól eljöttem, és ez 14 tavasza volt, akkor vetődött fel bennem is, és a diákjaimban is az a kérdés, hogy hogyan tovább. És akkor mindkét részről, tehát én is, ők is felvetettük, hogy hát akkor tanár, hogy csináljunk egy zenekart a iskolán belül. És gyakorlatilag azok a hallgatók, akik velem együtt dolgoztak ebben a külső zenekarban, és kiegészülve más külsős hallgatók, mert nem csak művészeti karosok vagyunk, alakult meg ez az együttes tavaly márciusban. Akik szeretnek fúvószenét játszani, azok persze megtalálnak minket, és meg kell, hogy mondjam, hogy annyira jó hallgatók vannak más karokról is. Orvosi karról vannak, bölcsészkarról, KTK-ról, TTK-ról, hogy beférnek a művészeti karos hallgatók közé. Hát itt mindenki középiskolás és általános korából már hozza magával a zene tanulás, hangszertudást, a zene szeretetet, és hát az, hogy fúvószenekarban nőnek föl. És hát arra számítunk, hogy a későbbiek során ez szinte talán egy vonzerő lehet, vagy egy húzóerő. Hogyha valaki azon gondolkodik, hogy most melyik egyetemre menjen az orvosi karra, lehet, hogy úgy fog eldőlni, hogy ja, itt van a PTL-nek a fúvószenekar, akkor ide jövök, mert itt tudok játszani zenekarban. Az együttes elsősorban pécsi közönségét szeretné megtalálni, azonban ambícióik tovább mutatnak a város határain. Az a repertoár, ami a fúvószene rendelkezésére áll, az rendkívül gazdag és nagyon jó minőségű, olyannyira, hogy ezeket el lehetne vinni az ország nagy koncerttermeibe. És itt olyanokra gondolok, mint a Magyar Művészeti Akadémiának a koncertterme, a Vigadó, olyanra gondolok, mint a Zeneakadémiának az újjáépült hangversenyterme, olyasmire gondolok, mint a mi Kodály termünk, vagy a Műpa. Szóval a legelitebb helyekre szeretnénk eljutni az együttessel. A zenekar célja, hogy a Pécsi Tudományegyetem nevét a kamarazene terén is az ország legjobbjai közé emelje, az egyetem hallgatóinak segítségével. A Zsolnai Wind Orchestra bemutatkozó hangversenyére tavasszal kerül sor, ahol hivatalosan is bemutatkozik a nagy érdemű közönségnek.